engedjétek meg, hogy bemutassam a zsűri tagjait. Keserüli Becker Ibolyát, amúgy ő Magdi nénit, nyugdíjas pedagógus, magyar szakos tanár. A zsűri elnökét, Szép Renátát, ő is nagyon figyel ám, mert nagyon sok versmondó versenyt meg, és majd instrukciókat ad nektek a közeljövőben, hogy hogy is lehet még jobban fejlődnötök, ő lesz az ő zsűri elnöke. Illetve Lőrinc Miklós tanárodat, ő pedig rengeteg gyermekversen, felses kötetei vannak, ő egy mókás ember, de attól függetlenül nagyon szigorú is tud lenni. Tehát mindhárman egy összességében egy jó kis csapatot alkotnak, és nagyon jól tudnak zsűrizni, ez az előző alkalommal is kiderült. No már most én hívom a Sulics Petra kolléganőmet, mert a szakmai részét ő fogja lebonyolítani, illetve Júcsik kolléganőm, őket is fogadjátok szeretettel. Szeretettel köszöntünk benneteket, mi is örülünk, hogy ilyen szép számmal jelentkeztetek, csak a harmadik évfolyamból a mai napon 20 verset, 20 versmondót fogunk meghallgatni. Úgyhogy készültünk nektek kis őszi falevelekkel, amin található egy-egy szám, egy sorszám, és ezt fogja majd nektek mutatni, hogy hányadikként fogtok ide kiállni, és szépen ügyesen elmondani a választott verseiteket, jó? Körülbelül, ahol én állok, oda kellene nektek is állni, hogy a zsűri is jól lásson és halljon benneteket, illetve a szülő, tanító, nénik és tanító bácsik is, jó? Izgulni nem kell, érezzétek magatokat jól nálunk, biztos vagyunk benne, hogy nagyon-nagyon ügyesek lesztek egytől egyik. Úgyhogy nincs is más hátra, mint arra szeretnélek benneteket kérni, szépen sorban gyertek és húzzatok magatoknak egy sorszámot. Jó? És utána csücsüljetek vissza, jó? Veszőseprő hóna alatt, feje bubján köcsök kalap. Honnan jön? Tán Alaszkából? Vagy a déli sarkitájról? Hol a jeges medve él? S télen, nyáron, úra tél? Uram, fia, ki lehet? Mondjátok meg, gyerekek! Sem a Péter, sem a Pál, egy hóember áldogál. Cézár kutya sunyit lapul, rá nem jön neki ez az úr, mert hogy úr az bizonyos, olyan kövér totyakos, tisztességgel megugatja, meg se billen a kalapja, a nagy úrnak rá se néz, hely de bátor, de vitéz, Cézár most már tiszteli, borjú csontot visz neki. Az csak sután áll a hóba, nem hallgat az okos szóra, nem eszik és nem beszél, szegény Cézár, jaj de fél, szederfánkon ül a veréb, ő ismeri meg legelébb,
könnye csordul, úgy nevet, s nevetik a gyerekek. Elnye Cézár, hát nem látod? Hó ember, ez a barátod. Ne félj tőle, nem harap, elolvad, ha süt a nap. Elfelejtettem mondani, hogy a levelet nyugodtan a sorszámotokat rakjátok oda a zsűri elé az asztalra, jó? Ez Csókai Csókának mi jutott eszébe? Föl szeretett volna öltözni fejébe. Unta szegény nyámból, hogy ő télen-nyáron örökké feketében járjon. Ahogy így tűnődik, ágyhegyen a csóka, arra ballog éppen csalavér a róka. Attól kér tanácsot, mit kellene tenni? Hófehér galambá, hogy kellene lenni? Nincsen annál könnyebb, neveti a róka. Fürödj meg a hóban, te fekete csóka. Olyan fehér galamb lesz rögtön belőled, hogy magam sem tudom, mit higgyek felőled. Nagy eszű rókának szót fogod a csóka, nagy zsígen leugrik az ágról a hóba. Az orra hegyese látszik ki belőle. Kérdése róka, mit hisz most belőle? Azt hiszem galamb vagy. Csípte meg a róka, s csapott nagy ozsannát belőle a hóba. Róka csípte csóka csípte róka, így lett fehér galamb a Csókai Csóka. Hármas, harmadik versben. Hárs László levél az erdőből. Az erdőből egy levelet hozott a posta reggel. Egy száraz töltve levelet, néhány sor zöld szöveggel. Az elfelejte, hogy eljött az ősz, a nyári időnek vége, most már a Németélre vár, az erdő és vidéke. Mackó barlangjába bújt, elköltöztek a pecskék. Tisztások zöldfővét lerágták, mint a kecskék. Nem hegedül már a zenekar, nagy most a tücskök gondja. Súly divatuk alapot nem visel már gomba. Szétosztották örtöfa a fanyarbackor régen. Nincsen levél a bokrokon, s pikpang sincs elégben. Minden lakó elrejtezett, üres az erdő árva, s szélső fán egy tábla lóg, téli szünet van zárva. Lackfi János fiúk dala. Az összes lány dilis azt, hogy miről susog, hiába is vered, nem mondja meg, titok. Mind kastélyban lakik, van 20 aranylova, de azért nem lovozzák a suliba. Kertükben egy fa van, igaz jön gyötterem, szekrényben csóki, cukor, töménytelem. Falból zene szól náluk, ez szeretik, táncol, pörög, forog, étnapon mindegyik. A ruhájuk sejem, gyémántjuk igazi, már ha ezt a mesét valaki beveszi. Mind nyelvet nyújtogat, s ha felrugod ezért, pőgés árulkodik. Még te kapsz büntetést, körmükre szíveket tollukkal festenek, kibírhatatlanok, s belénk szerelmesek. Mentovics Éva, hová tűnt az ellenőrző? Hogy mi történt velem megint? Rátérek a lényegre. Az ágyamon buslakodtam, közben anya lépett be. Vedd elő az ellenőrződ, megnézném a jegyeket. Volt felmérő mostanában? Röbb dolgozat, felelet? Nem volt semmi, nincs minden, se felelés, se doga. Nem baj, azért átlapozom. Hadd lássam, csak add oda. Elfordultam. Levert a víz. A táskámban matadtam. Arcom égett, és jaj, a föld majdnem megnyílt alattam. Ó, hogy milyen buta vagyok. Most jövök rá én szemel. Ellenőrzi a jegyeket.
beszedte a rajztanár, és ártatlan tekintettel pillantottam anyára. Na hát, milyen kedves, gondos! Mindez annak dacára, órája sem volt veletek, mert Szabin van a héten. Ó, persze, ez pár napja volt. Hogy mondhattam, nem értem. Jaj, de képzeld, mi történt ma. Örülhetek, hogy épp bőrrel megúsztam az egészet. Rebegtettem pillaimat, mint ártatlan jó gyerek. Hazafelé sétáltam, épp tudod, ott a bolt mellett. Mikor sicsúgy elsötétült, cudar szél fújt, s mit látok? Míg mennydörgött, szerte széjjel cikáztak a villámok. Egy percig se tartott talán, ám a szél a mi haszna, ezzel adta az ellenőrzőt, a kezemből kikapta. Ugrálhattam én utána, oly magasba szállhatott. Esélyem se volt elérni, kicsi vagyok, láthatod. De ahogy jött, szerte foszlott az a fodros nagy felleg, felszárítottanak minden, eltűntek a vízcseppek. Elillant a cudar szél is, nyomára se akadtam. Hol lehet az ellenőrzőm, erdőben vagy patakban? Mondtam, közben könycsepjeim a padlóra peregtek. De szomorú, szólt anyukám, félelmetes lehetett. Szerencse, hogy itthon voltam, és az ablak nyitva volt. Lássud át az ellenőrzőt, beröppent és itt landolt. Mutatott a kolózkalap mögé ott a szekrényen. Na hát, anya, csoda történt! Vagyis, hát, hogy nem értem. Tényleg csoda, meg is száradt, és a szél se tépte meg. Gyere, kicsim, nézzük együtt. Lássuk a sok szép jegyet. Hopp, de várjunk. Itt egy csúfság. Matek egyes, úgy nézem. Egy beírás, hogy a leckéd ma már megint nincsen készen. Itt meg az, hogy köpőcsővel lődöztél az órákon. Ez pedig már pimasz voltál. Egy intő, ha jól látom. Eseménydús volt a napod, és a meséd is remek. Büntetés kapsz most tőlem is, és a történet így kerek. Tehát mától nincs tévézés, számítógép, egyebek. Úgy tanulj, hogy a leckéid mindig rendben legyenek. A köpőcső elkobozva, a telefon ugyanúgy. Este 8-kor nincs piszmogás, az ágyadba visz az út. Ez volt ám a viharos nap, és a bünti ma is tart. Azt ajánlom, baj be minden, sose pillancs nagy vihar. Volt benne egy rókavár. Benne lakott anyaapa, rókafiú, rókalány. Történt egyszer szép napon, üres volt a rókavár. Vadászni ment anyaapa, rókafiú, rókalány. Mentek, mendegéltek, feljártak a faluba. Közélt lyukok kakasliba, finom rókavacsora. Telehassal ballak haza a vidám róka család. Róka anya, rókaapa, rókafiú, rókalány. Házkert megtorpannak, nem lesz róka vár. Míg vadásztak, beköltözött egy népes oldalsalád. Vitatkoztak, veszekedtek, megegyezni nem tudtak. Végül rókáig sebesen bőrsbogért futottak. Jöjjön gyorsan, nézze csak, nem mekkora a pimasság. Döntse az erdőbölcsek, ki nem van az igazság. Jött is már tudós madár egy darabig hűn mögött, aztán körbenézett rajtuk, és elmondta, hogy döntött. Úgy gondolom, szólt a bagoly, döntsák a csillagok. Barátságosság a fényük, mind elsőjét hagyok. Ők tudják az igazságot, nem szert kapcsal. Kérdezzük meg olyan, kinek szüle mögött van a baj. Megijek most fog, sapó, várják persze, barátom. Most látom, csak nem itt lakunk, eltévedtünk, sajnálom. Összepakolt oldas falkas, kézen fogta családját. Megfordult, és szélsebesen elholta az érháját. Így történt, hogy ugyanígy békés lett a rókavár. Nem ne lakott anyaapa, rókafiú, rókalány.
Békés Márta a hetes öt napja. Hétfőn még nagy úra hetes, hatalma is félelmetes. Mindenkit felír, aki rossz, mert hétfőn még minden tilos. Elbánni bárki csibésze, még a varázs sem kivétel. Ablakok nyit, csak neki jár, táblát ő most, ez a szabály. Ülni senki sem merésze, osztály vigyázt a vezérje. Jelenti a napot és időt, és hogy ki nem váltott cipőt. Meg hogy ki hiányzik, s miért, és hány fő, aki tetten ért titokban galacsint hagyúr, hétfőn a hetes még nagy úr. Kedden a hetes már kedvese, segíthetsz neki egy kevesen. Ha egy kegyért cukrot kaphatod, tőle bárki tárhat ablakot. Ám naplóhoz nem nyúl, csak barát, és még büszkén kihúzza magát. De későket nem ír föl menten, kedvesebb már a hetes kedden. Szerdán a hetes már lustul, miénk a tábla krétástul, hatszor is lemossuk mi magunk, dátumot ingyen írhatunk. Legyintünk, mikor fegyelmez, végül úgyis megkegyelmez, már nem olyan félelmetek, lustul már szerdán a hetes. Csütörtökön a hetes is másol, elmarad házit valaki másol. Ám ez alatt dolga lenne tenger, a hetes is valahol csak ember. Mi segítünk, ez a lenninálunk. Matricáért mindent megcsinálunk, csak a jelentése legyen gondja. Ma egy kicsit csütörtök van, mondja. Pénteken a hetes is már fáradt. Kicsit késett, azért pihet fáradt. Szenvedései ma véget érte, a hetesnek legszebb nap a péntek. Kovács Barbara a csacsi, kéne nekem egy csacsi, de olyan igazi, azt hiszem jól tudnék vele játszani. Mufurcak hívnak és adnék neki enni, és úgy szeretném, mint ahogyan senki. Apa kinevetett és vett egy videót, jobb lett volna csacsi, az nem fogyaszt áramot. Új kocsira gyűjtünk, érted? Új kocsira, nyafogtam, hogy jó, de miért nem csacsira? Jaj, fiam, hagyjál már ilyen butassággal, mihez is kezdenénk egy magad csúszággal, hol szaladgálna, és mivel etetnéd, és hol aludna, tán az ágyadba vinnéd. Kimértem, a szobámba épp befélet csacsi, csak az ágyamat kéne egy kicsit arrébb tolni, és igen, aludni bevinném az ágyba, nem is kéne más, csak tán még egy párna. Anya azt mondta, jaj, fiam, ne légy ilyen buti, lakásban nem való egy igazi csacsi. Jó, de ha megnövök, veszek egy nagy kertet, ültetek bele pólót, vetek bele füvet, és nem veszek videót, és nem veszek új kocsit, lesz sok pénzem, és végre vehetek egy csacsit. Hogyha mégis katona lesz, kötök nekik a másik. Azóta is a szótárba keresem, hogy mit jelent. Nekem ez a kamásti szó bizony nagyon idegen. Már az osztály is keresi, böbe végül kivágja. A kamásti az a sámi, hogy lehet cívutácska. Sámit köt majd a nagy néni. Kicsit fura a dolog, hiszen majd a katonák közt én leszek a legnagyobb. Anyunak is elmondtam, hogy mi nyomja a lelkemet, összecsapta a
két kezét, és egy nagyot nevetett. A kamásli lábszárvédő, hideg ellen csudajó. Ma is hordják a turisták, bár divatja változó. Elmeseltem az osztályba, s lett belőle nagy vihar, mert azóta minden fiú télen kamáslit akar. Halászló Szilvia, vörös bundás című cica. Élt egyszer egy kópé cica, vörös bundás című. Fejét mindig azon törte, hogy lesz egyenesből körbe. Minden egyes nap a héten meg kellett őt szívni. Egy szép napon mit talált ki, el sem fogod hinni. Elutazott a kis család, két hétig csak övérház. Úgy döntött el című cica, vendéget fog hívni. Vagy jubiléjét barraját behívta a házba, kihozta a lyukas sajtot, míz estejet bort is mutott. Lekvárdiót előhozott, vajjal megkínáltak. Ettek, ittak, jól maradtak, aludtak egy hétig. Gyomjukorgott úgy ébredtek, újra ittak, újra ettek, énekeltek, táncot raktak, még csak tudtak lépni. Igen, de eltelt a hét, hazajött a család. Sajtot, vajat, bort nem leltek, mézet, hiába kerestek. A pincében vagyunk lettek, és hortyogót citelt. Dühös lett ám a gazdasszony, elkecsek a nyelvet. Máshogy nem szült ezonóta, seprű volt a koppantója. Finom, de a napolatságra gyorsan véget hozott. Vajudó, szépen távozik sírt. Mondják a fiú, nyávogunk, sejtenkünk, játszani nem lehet, semmi jót se velünk. De ők tiszta hülyék, földön fetrenkenek, egymás fejét verik, s azt mondják ez remek. És egymás löftösik, rúgják labda sehol, azt mondják ez foci, ruhájuk csupa por. Autókártyázva, meg összevesznek azon, hogy hány göbcenti a henkerűr tartalom. A lány vécébe is bejönnek a fiúk, vízzel locsolnak ők, mi meg sikoltozunk. Kiteszik a lábukat, benne hasra esünk, azt mondják van hajunk, azt mondják nincs eszünk, a fenekünk alá ők tesznek rajszöket, végén nem kocsnak és belénk szerelmesek. Szélsebesen meg is vette, hálóját is kivetette, lógatta a vízbe lábát, várta a nagy híres bánát. Nem is várt még olyan régen, megszólalt egy hal az égen, nem hiszem, hogy arra járna, égen rökköd a nagy bánat. Hát egyszer csak nagy sokára, arra szállt a kékről bánna. Szelek szárnyán ereszkedett, virágszálra telepedett, hozzá látott zsepet sem várt, gyűjtötte az ízés nektárt. Szárnya alatt felkavadra, sok kincset abba tömte, septenkedett kukac márta, semmi rizsel, semmi lána. Becserkés szemszép süttyomban, hoppá, meg vagy, nem megmondtam. Gyors léptem, én minden értem, teresztelem a léptem. Jaj, veszék át a kék bálna, ne fajjál fel, drága Márta. Fogjál inkább néhány halak, nálam bármit lesz a falak. Most készül a kék patérre, szükség lesz az édesmézre. Potyogott a bálna könnye, ezzel Márta meg is győzte. Kezet fogta, nincs már halak, ám a kukac hoppon maradt. Ne bánkodjál, kukac Márta, igaztálta. Nem bánkodjál, kukac Márta, itt a mézem. Tartott állat, költsük el a vacsoránkat. Frissen fogod bánna helyett, Márta igaz barátra lehet. Ha arra jársz, te is nézd meg, ott faják a lépes mézet.
Dora Bora, hervadó szintén. Nagymama, miért nem voltak színek régen? Voltak bizony kincsem, csak nem a fényképen. Színes volt a világ, épp úgy, mint a lelked. Ami látom, most is, ide-oda repked. Nagymama, ki ez a hercegnő a képen? Én vagyok kincsem, csak fekete-fehérben. Akkor az ott mellette nagyapó herceg? Jótkodzol a kislány, trépájával henceg. Nagymama, de mitől lett ráncos az arcod? Az egész délutánt, most át, miért alszod? Ha nagyapó még élne, búj szemet fénye, újra hercegnősen csillogna az égre. Elmereng a nagymama, könnyek közt fel. Nagyapád a mennyországba költött fel. Szívemben tovább él, mindig itt van velem. Örökre ő marad a szürke hercegem. Á, azt hiszem most már értem. Ő egy angyal, és te most alakulsz azzá a fehér hajjal. Amikor majd egyszer felköltözöl oda, az én szívecském lesz nektek a palota. Kálasztó Szilvia, a zebrecsikó. Élt egyszer egy zebrecsikó mesebeli réteken. Barna, fehér csíkot hordott, hétfőn, szerdán, pénteken. Igen ám, de kert, csütörtök, szombat és vasárnap is, szabadnapos volt az ábra, levetette csíkjait. Ám ki hinné, ha csak én nem, rendetlen kis zebra volt, szana széjjel szórta mindig, valahány csíkja csak volt. Egyiket a földre dobta, másikat az ágy alá. Harmadika, fel az égre, holdanyú lába alá. Reggel aztán kereshette, ide-oda szaladgált, nyelve lógott, mire aztán minden csíkot megtalált. Eltelt egy hét, eltelt két hét, harmadik hét, negyedik. Az is lehet, de nem biztos, eltelt az ötödik is. Csütörtök volt, jól emlékszem, másnap péntek. Biztosan. Figyelmem kell, úgy mondjam el, épp ahogy volt pontosan. Tehát aznap, kora reggel, egy bizonyos pénteken, kicsi zebrán gondolkodva, ballagott a réteken. Nektorban majd felkiáltott, hó, már tudom, mit tegyek. Búcsút intett csíkjaimnak, mától fogva ló leszek. Eddig tartott történetet, tovább mi lett? Nem tudni, vajon jól döntött az ábra, okos volt, vagy oktondi. Jó, Kateri, mi újság a suliban? Mi újság van a suliban? Kérdezi apa már a kocsiban. Majd ezzel faggatott a nagya, aztán a nagymama. Az orrom alatt mormogok, és aztán a székre elöldök. Semmi, semmi különös. A fülem már tűzőrös. Pörről velem az anyukám, de is persze a nagyanyám. Valami csak történt a suliban. Ezzel nyagadtak mindöntelem. Na jó, lassan be kell vallanom. Tovább nem húzhatom. El kell mondanom, mi is történt a mai napon. Az úgy volt, kezdtem a történetet, de kérlek ne legyenek mérgesek. Nem figyeltem a matekon, mert jobban érdekeltek a legyek a plafonon. Így mikor Piri néni kérdezett, nem tudtam az eredményeket. Ja, és a Gábor meg rosszat csukott. Én megismételtem, amit mondott. A tanárnéni csóválta a fejét, és belőszesett egy feketét. Aztán kaptam még egy feketét, mert elgáncsoltam a levetét.
elárultam neki a titkomat. Gondoltam, mint barátom, megérti azt. Elárultam neki, hogy tetszik a bolika. Szerintem ő a legszebb lány a kurva. Növelte legyintet és kinevetett. Ez nekem nagyon rosszul esett. Így mikor szünetben felém szaladt, véletlen kitettem a lábamat. Szóval ez történt a mai napon. Hibáztam, igen, tudom. Holnap a matekon kijavítom. Levivel szeretnék kibékülni, jó lenne óráig is tetszeni. Szünetben együtt nézzük a lányokat, hát ha az ő szörnyel is valaki meghal. Előbb-utóbb talán megérti, milyen is szerelmes lett. Tehát a kertet kéne megmosolnia, vagy ihatnék, nem bízott.
Tehetve erre a kezében, a mezőre ballag szépen, ott megállt, s körülnézett. Ennyi, vajon mit szemlélhet? Tán a fényes téli bábot. Visszajött, már sokat látott, vagy a szomszéd falutól ne. Hisz azon meg nem sokat lát, vagy tán azt az ember kiamott a kendert áztatóba hordja. Arra sincsen gondja. Mire van hát, elugodtál. Már csak megmondom, mi véget nézi át a mezőséget. A vizet miért hozta ki? Ürgét akar önteni. Ni, ott az ürge, hűnyi-fürge, mint szalad, pillanat. S oda benn van, benn a lyukban, a mi emberünk se est. Oda nyargalt egyenest a lyuk mellé, s beleönti a vedelvizet. Torkig telelt, a szegény kis ürge egy darabig tűrte, hanem aztán csak kimászott, még az inge is átázott. A lyuk száján nyakon csitték, hazavitték, s mostan itt van karjaiban, mert te fürke, pajkos ürge, te vagy Laci, te bizony. Kányádi Sándor tűvé tevő, szőrén szálán elveszett, lába kelt a tűnek. Cérnát, hogyha varni kell, most már mibe fűznek? Tűvé tette a szobát, egész áldott este, sírt a kislány, de a tűt hiába kereste. Meg lába mégsem kelhetett, el senki se vitte, meglelném, ha valaki keresni segítne. Megkérte a kis kakast, hogy keressék ketten. Kukurikú, meglelem, ha keresni kezdem. Tűvé tette a helyet, egész áldott este. A kis tűt a kakas is hiába kereste. Megkérte a kis kutyát, bízd a szimatomra, úgy veheted, mintha már a tű meg is volna. Tűvé tette a helyet, egész áldott este, a kis tű, a kutyus is hiába kereste. Megkérte a malacot, egyet se sír húgom, azt a kis tűt neked én menten elő túrom. Tűvé tette a helyet, egész áldott este, túrta malac, de a tűt hiába kereste. Megkérte az egeret, utána a macskát, végül a vakondot is, de nem látta hasznát. Tűvé tették a helyet, egész áldott este, macska, egér, s vakond, mind a tűt kereste. Ám hiába, nyoma se volt sehol a tűnek, cérnát, hogyha varni kell, most már mibe fűznek? Sírt, csak sírt a kicsi lány, egész áldott este, s még álmában is talán mind a tűt kereste. Elsírta a bánatát reggel a csikónak, hozz egy fogó caporán, rázsd le a patkómat. Most verettem frissibe, vadon a túj mágnest, ezzel a tűt megleled, ne sírj kicsi Ágnes. Térült, fordult a kislány, s mint egy fényes bolha, pattant a tűszaporán a mágnes patkóra. Örülnek mindannyian a megkerült tűnek, s fokába sorra mind piros cérnát fűznek. Szép lezárás volt, köszönjük szépen. Hát én személy szerint sok-sok boldog pillanat, annak még könnyeket is tartatok a szemünk, hogy nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen bátrak, ügyesek és felkészültek voltatok mindannyian egytől egyig. Úgyhogy most a zsűri kezében van a döntés joga és lehetősége, ők most át is mennek a hátsó helyiségbe, és akkor meghozzák a döntésüket, illetve rangsort állítanak fel. Viszont még egy kis türelmet kérnénk tőletek, mert szeretnénk minden egyes ügyes versmondót megajándékozni. Úgyhogy megvárjuk, hogy a zsűri helyet feladjon, és akkor érkezünk vissza hozzá. Mindnyájan nagyon-nagyon ügyesek voltatok, és ezért egy kis jutalmazás jár. Akinek a nevét mondom, az jöjjön hozzám, jó? Kovács Ádin. Sofalvi Lili.
Barabás Lara. Vadász Dávid. Császár Boronka Mónika. Stól Zora. Nagy Natália Dóra. Vajda Kata. Blanché Szofi. Szajkó Natasa. Tátrai Emma. Kocsi Sára. Simon Júlia. Németh Bianca. Németh Liza. Katona Jászmin. Köszönöm, bocsánat. Kémely nem jelentett, igen, nincs itt. Péntek Balázs Ferenc. Doncsec Vanda. Takács Dávid. Kovács Réka. Varga Ármén. Mindenki megkapta? Mindenki kapott? Igen. Igaz, azt mondjuk, hogy a könyvtárban nem eszünk nevi szó, de most ezt kivételképpen. Nyugodtan legyetek el a csokoládét. Köszönjük egy kis energiát, és akkor egy kis türelmet. Kis kubát is megkérdezik, hogy látod ide. Köszönjük a türelmet. Hát ez a sok idő, amit ott hátul töltöttünk, ez is azt bizonyítja, hogy olyan sokan és olyan ügyesek voltatok, hogy nagyon-nagyon nehezen hoztuk meg a döntést. Tudjátok, szokták azt mondani, hogy de nehéz volt a zsűri dolga, de tényleg az volt. Hát olyan gyönyörűen, ügyesen, tehetségesek vagytok, hogy ezt el se lehet mondani. Nektek is jár egy nagy-nagy dicséret azért, mert bátran kiálltatok és elmondtátok a verset. Jár nagy dicséret a felkészítő tanáraitoknak és a szüleiteknek is természetesen. Tegye fel gyorsan a kezét az, aki saját maga választotta a versét. Oké, okay. Jó az arány, így van, mert hogy ez egy nagy pozitívum, amit mindenképpen szeretnénk nektek hangsúlyozni, hogy nagyon szép és jó verseket választottatok. Néha azt gondoltuk, hogy itt közületek egy-egy gyerkőc a saját életét meséli el éppen az adott versben, úgyhogy mindenki a személyiségéhez nagyon jól passzoló verset választott, úgyhogy már ezért jár mindenkinek egy piros pont. Azt ugye a felkészítő tanároknak nem is kell mondanom, hogy ilyen ötös, meg dicséret, meg ilyenek, azért az jár még a gyerkőcöknek. Ilyenkor azért próbálunk valami kis útravalót is adni nektek, hogy a következő alkalommal, vagy akár egy másik versenyre még ügyesebben, még felkészültebben tudjatok menni. Hogy ezt megfogadjátok, vagy nem, az már teljes egészében a ti döntésetek, de mi ilyenkor a zsűritársaimmal mindig végigmegyünk azon, hogy mik voltak esetleg azok a visszatérő hibák, vagy nehézségek, amit mindenkinél láttunk, és megpróbáljuk erre felhívni a figyelmeteket, hogy tényleg a következő alkalom még jobban sikerülhessen.
Az első és legfontosabb, hogy amikor ide kiállunk, akkor ugye minden szem ránk szegeződik. Ez már egy ilyen eléggé izgatott állapotot szokott okozni mindenkinél, de próbáljunk meg szépen, könnyedén, lazán a kezünket magunk mellé helyezni, és szépen szemkontaktust tartani a társainkkal, illetve a tanárainkkal. Nagyon sokatoknál én azt írtam föl pozitívunként, hogy milyen ügyesen tartja a szemkontaktust, úgyhogy ez már egy fontos dolog. Aztán amikor elkezditek mondani a verset, szerző, cím, és így tovább, akkor arra mindig figyeljetek, hogy próbáljátok meg a verset szépen felépíteni. Hangsúlyozom, elmondom a szerzőt, elmondom a címet, elkezdem a verset, annak próbáljunk meg egy ívet adni. Aztán, amikor elérkezünk a végéhez, akkor szépen befejezzük. Akár azzal levisszük a hangsúlyt, hogyha éppen maga a vers úgy kívánja meg, akár azzal, hogy... Igen. Hajoljunk meg, mert nem mindig ismeri ám a zsűri az összes verset, úgyhogy ezzel már jelzitek azt, hogy befejeztétek a produkciótokat, és akkor így ez egy kerek egész lesz. A versmondás közben amire érdemes figyelni, az egyrészt a hangerő és a hangsúly. Én tudom azt, hogy nagyon-nagyon nehéz bebeszélni egy ekkora teret, pláne kisgyerekeknél ez még macerásabban működik, de próbáljátok meg szépen kiengedni a hangotokat, nem csak azért, hogy ott a hátsó sorban ülők is hallják, hanem azért az ad egy magabiztosságot, és ha már a versmondásod magabiztos, akkor mi is elhisszük azt, hogy nagyon ügyesek vagytok. Jó? A magabiztosságnak a másik feltétele az, pontos szövegtudás. Nem azért, mert a zsűri aztán levonám pontot azért, hogyha van benne egy hiba, vagy tanítónénnek súgni kell, ez egyáltalán nem probléma. Szoktuk is mondani, hogyha itt a vers, tessék nyugodtan súgni, mert bárkivel előfordulhat, még nagy színészekkel is, hogy éppenséggel megakadnak a szövegben. De hogyha magabiztos a szövegtudásotok, akkor sokkal határozottabban, sokkal ügyesebben tudjátok elmondani a verset. És még egy fontos dolog, amit szeretném, hogyha mindannyian megfogadnátok. Amikor együtt vagyunk így egy közösségben, akkor az a fontos, hogy mindenki pozitív legyen. Mindenki segítse a másikat, mindenki támogassa a másikat. Ilyenkor az a jó magatartás és viselkedés, hogyha valaki segítségre szorul, vagy valakin azt látjuk, hogy esetleg bizonytalan, akkor segítünk neki. Akár azzal, hogy azt súgjuk a fülébe, hogy ügyes vagy, meg tudod csinálni, vagy megtapsoljuk bátorításként. Jó? A negatív viselkedést, azt úgy engedjük el, mindig segítsük egymást, és amennyire csak lehet, segítsünk és maradjunk pozitívak egymással, jó? Ez egy nagyon fontos dolog. Oké, gyerekek? Megígéritek, hogy így lesz legközelebb? Igen. Biztos? Igen. Jó. No, nem húzom tovább az időt, mert most már biztos, hogy nagyon kíváncsiak vagytok az eredményre, de mielőtt ezt elmondom, azért azt hangsúlyozom, hogy ez szubjektív döntés, tehát kinek mi tetszik. Attól, hogyha most valaki nem kap díjat, a legkevésbé ne keseredjen el, ne adja fel a versmondást és a szavalást, mert nem azon múlik az élete, vagy akár a további előrehaladása, hogy mi most itt ma milyen döntést hoztunk. Ha szerettek szavalni, jól érzitek magatokat a versmondás közben, akkor attól függetlenül is kell folytatni, hogy ma most kaptatok díjat, vagy nem. Jó? Mindenki visszajön jövőre is? Igen! Majd is kap ma díjat? Igen! Oké, rendben. És még annyit elmondok, hogy annyira ügyesek voltatok, hogy összesen 6 darab díjat fogunk kiosztani. 3 külön díjasunk is lett, képzeljétek el. Nagyon nehezen hoztuk meg a döntést, de sikerült azért egy szép végeredményt összeállítanunk. Úgyhogy jöjjön is az első külön díjasunk, Doncsec Vanda. Te Magdi néni is adnék neked valamit. Jó? Következő külön díjasunk, Takács Dávid. Jó, és Magdi néni. Utolsó külön díjasunk, Péntek Balázs Ferenc. Gratulálok, ügyes voltál. Jó, Martin, így megyek.
És akkor jönnek a dobogós helyezettek. Harmadik helyezést ért el Vadász Dávid. Dávid, várj egy pillanat, Magdi nénitől is kapsz valamit, jó? Második helyezett lett Kovács Réka. Eljött a pillanat, amit már mindenki nagyon izgatottan vár. Első helyezést ért el Somfal Vili. És megkérjük a helyezetteket, illetve a különdíjasokat, hogy legyenek kedvesek az ajándékkönyvükkel együtt kijönni. Készítünk róluk egy fotót. Mindenkinek köszönjük szépen a részvételt. Ugye megbeszéltük, hogy senkinek nem megy el a kedve a szavalástól azért, mert most nem lett díjazott. Jó? Találkozunk legközelebb.